Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Csináltunk egy kis összefoglalót, egy rövid kis visszatekintést arra, hogy egészen pontosan hogy jutottunk el odáig, hogy már február 15-től a védettségi igazolványokat is el akarják venni az emberektől, ami mi úgy gondoljuk, hogy a kötelező oltás előszobája. Még egy évet sem kell visszamennünk az időben, amikor egészen pontosan 2021. április 2-án, gondolom áprilisi tréfának szánta csak Orbán Viktor, de azt mondta, hogy a magyar emberek tekintetében nem tudja elképzelni a kötelező oltást, a felnőtteknél semmiképpen sem, hiszen nem egy diktatúrában élünk, és egy szabad világra van szükségünk, egy szabad világban kell, hogy éljünk. Mint mondta, valóban szabadság szeretőek vagyunk, és már egészen pontosan november 5-én úgy fogalmazott, hogy nem véd meg minket, ha maszkot hordunk, ha elzárjuk magunkat, és hogyha megpróbálunk mindenféle óvintézkedést betartani, egyedül az oltás az, ami megvédhet minket ettől a vírustól. Aztán jött Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint majd csak a harmadik oltás után lesz érvényes a védettség igazolvány, ezt helyezte kilátásba, de ugyanezen a kormányinfón már azt is bejelentette, hogy a negyedik oltást is fel lehet venni, ha az orvosok úgy ítélik meg, hogy ez szükséges. És egyszer csak kibújik a szög a zsákból, ez történt 2022. január 13-án, amikor szintén egy újabb kormányinfón elhangzott, hogy február 15-től semmissé teszik azoknak a védettségi igazolványát, akiknek nincsen csak két oltásuk, és a második oltás felvételétől számított 6 hónap már eltelt. Az pedig egészen abszurd, hogy eddig azt gondolta a laikus, így én is, hogy azért kell oltakozni, hogy minden esetre védettséget szerezzünk ezen a betegség ellen, de hát nagyon érdekesen alakult a helyzet, hiszen a védettséget pontosan, hogy nem ismeri el a kormány, innentől kezdve csak az oltottságért jár védettségi igazolvány, és egészen egyszerűen, aki átesett a betegségen, az semmit nem számít. Szomorú valóság, hogy ma Magyarországon egyetlen egy politikai párt van, aki felmeri vállalni azt, hogy itt valami nagyon nincsen rendben, és ezek a folyamatok egy nagyon-nagyon rossz és vészkorszakhoz vezetnek. Ez az egyetlen politikai párt, ez mi vagyunk természetesen, a Mi Hazánk mozgalom, éppen ezért az emberek, az oltatlanok és azoknak az oltottaknak is a védelmében, akik nem sokára oltatlanoknak fognak számítani, egy tüntetést szerveztünk Budapesten, ott próbáltunk meg minél több honfitársunkkal tiltakozni annak érdekében, hogy ezt az őrületet egyszer és mindenkorra fejezze be a kormány. A tüntetésünkön jól látható, hogy sok ezer ember vett részt, akiknek már a hócipője is teli van ezzel az egész helyzettel, és természetesen, ha szükséges, akkor további tüntetéseket fogunk kilátásba helyezni, további tüntetéseket fogunk szervezni, nem csak a fővárosban, nem csak a vidéki városokban, hanem a legutolsó kisfaluban is, ha erre van szükség. Magyarország kormánya bóvliárusként járt el az elmúlt egy évbe, ugyanis a védettségi igazolványoknak a kiváltásához azoknak az esetében, akik átestek a koronavíruson, szükség volt egy PCR-tesztre, ami 19.000 forintba került, illetve szükség volt még a plastikkártyának a megváltására is, így rengeteg, több millió honfitársunkat több 10.000 forinttal rövidítették meg. Jól látszik, hogy Magyarország kormánya követi a globális őrületet, illetve az Európa szerte egyre inkább elterjedő, komolyabb szigorításokat, viszont mi nem szeretnénk sem pénzbírságot, sem kijárási tilalmat, sem hátrányos megkülönböztetést, illetve házi őrizetet sem az oltatlanok számára, akik semmivel nem rosszabb állampolgárok, ezért nem kezelhetjük őket másodrendű állampolgárokként. Mindenkinek azt tudjuk javasolni, hogy álljanak ki saját magukért, álljanak ki a közösségeikért, álljanak ki a szabadságukért, mert az a mi életünk, a mi döntésünk, ez a mi hazánk.